Nagy érdeklődés övezte a helyi magyar közösséget bemutató dokumentumfilmet. Az eseményen az is kiderült, hogy a Szarajevóban élő magyar közösség tagjai közül sokan rendelkeznek vajdasági gyökerekkel. A Magyar Egyesület az a másik házunk, hazánk, tehát amikor összejövünk, magyarul beszélünk, ez nagyon sokat jelent számunkra, és hát a lányom is beszél magyarul, ő itt született, de beszél magyarul, és az arra törekedtem, tehát, hogy az első naptól kezdve mind a két nyelvet elsajátítja, és nem csak a nyelvet, a kultúrát is, mert mint ahogy Irma is mondta, magyarnak lenni Szarajevóban nem nehéz. A film betekintést nyújt a 90-es évek Szarajevójába, valamint az ott élő magyar közösség és az ottani egyesület életébe, működésébe. A film két év kutató munkájának eredménye, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor program Szarajevóban tevékenykedő ösztöndíjasainak írásai ihlettek. Nem csak a Szarajevóban élő magyar diaszpórát kell szerintem megmutatni, hanem az összes külhoni magyart és a diaszpórában élő magyarokat. A szarajevóiak talán azért most kiemeltek fontosak, mert a két ország között is már egy jó együttműködés van, Bosznia és Magyarország között. Kötődés van a vajdaságiak és a Szarajevóban élő magyarság között, és azt gondolom, hogy a 30 év, amit itt a Szarajevói Magyar Közösség, Egyesület a legnehezebb háborús időszakban végigélt, és megmaradt magyarként, egy biztosíték arra, hogy itt továbbra is lesz magyar közösség, magyar egyesület, és tovább él a magyar kultúra és a magyar történelem. A jubileumi eseményen vajdasági vendégek is jelen voltak. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évek óta szoros kapcsolatot ápol a Szarajevóban tevékenykedő magyar közösséggel, mondta kormányos Katona Gyöngyi, az intézet igazgatója. A dokumentumfilmben is elhangzott, hogy már a legkisebbekkel is foglalkoznak, és mi is igyekszünk magyar könyveket eljuttatni így Banyalukára, illetve hát különösen Szarajevóba, tehát gyermekkönyveket is, vagy azokat a kiadványokat, amelyek a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben is megjelennek, mert ezáltal nem csak a vajdasági magyar közösséget népszerűsítjük, hanem a vajdasági magyar kultúra mellett erősítjük a Boszniában, így a Szarajevóban élő magyar közösségeket is. Az eseménysorozat kultúrműsorral folytatódott a Boszniai Kulturális Központban, ahol a Kárpát-medence különböző részeiről érkező vendégek léptek fel.